Vendégünk Olá Krisztián. Szia, jó estét! Sziasztok! A Peaceful című dal tulajdonképpen a hamarosan megjelenő nagylemezeteknek az előfutára. Hogyan született meg ez a dal? Mi inspirálta? A Peaceful-t a természet inspirálta. A karantén időszak alatt rengeteget sportoltam, illetve hát mondhatom, hogy így vezettem le a feszültséget, hogy sok időt töltöttem a természetbe, és rátaláltam ott valami egészen inspiráló nyugalomra, amit utána így ki is tudtam írni magamból. Így született meg ez a dal, és hát ezen a lemezen egy különleges hangszerelésben Lukács Miklós cimbalom művésszel kiegészülve hallható, és már a klippet is így forgattuk le hozzá. Egyébként ugyanezek a természet közeli élmények adták az alapját a vázáltal készülő albumnak is, vagy csak Peaceful? Ez csak külön erre a dalra vonatkozik. Egyébként a történetek nagyon különbözőek, szóval mindegyik dal azt gondolom egy külön történetet mesél el. Épp ezért... Ezek veled történtek, olyan történetek, vagy sok esetben kitalált történetek? Igen, abszolút személyes történetekből táplálkozik. Nincs mindegyiknek egy külön nagy magánéleti sztoria, valamelyik csak egyszerűen egy klasszikus zenei darab ihlette, és épp ezért, mert ennyi különböző történet van a lemezen, készítettünk egy 7 részből álló videósorozatot, amit majd a YouTube csatornámon fogunk közvetíteni heti rendszerességgel. A jazz műfajáról azért tudjuk azt, hogy nagyon épít az improvizációra. Ennek fényében mennyire könnyű, vagy mennyire nehéz összerakni egy ilyen műfajú albumot? Nincs bennetek az az érzés, hogy na, ezt is lehetne egy kicsit másképp, meg azt is lehetne egy kicsit másképp? De ez abszolút jelen van, viszont ennél az albumnál most már törekedtem arra, hogy minél komplexebb dolgok legyenek megírva. Rengeteget foglalkozom zeneszerzéssel, mostában klasszikus zeneszerzéssel is. Épp ezért most azzal kísérletezem, hogy egy olyan szintézist hozzak létre, amiben a nagyon szabad dolgok és a részletesen kidolgozott, komplex, megírt dolgok egymás mellett lehetnek. És sokat gondolkodtam azon, hogy az instrumentális jazzzel hogyan lehet képeket, történeteket elmesélni. Kíváncsi lennék erre az alkotó folyamatra, hogy ilyenkor mi van a zeneszerzőnek a fejében? Hogy hogyan jön össze a te történeted, ami a fejedben van, azzal a zenéséggel, amit utána hall a hallgató? Szerintem egyáltalán nem kell, hogy ami az én fejemben megszületik, mondjuk egy kép vagy inspiráció, ugyanaz megszülessen mondjuk a te fejedben, hogyha eljössz egy koncertre. Azt gondolom, hogy annyi impulzus van egy ilyen improvizatív, komplex műfajban, hogy mindenkinek abszolút más-más asszociációkat indíthat el, úgyhogy én azt gondolom, hogy azért jó jazz koncertre járni, mert a legkülönfélebb asszociációkat indíthatja el. Hogyha visszakanyarodunk még egy kicsit a lemezre, akkor kikkel dolgoztatok együtt, ki működött még közre ezen az albumon? Az albumon az Olá Krisztián Quartet játszik, melynek tagjai Olá Kálmán, testvérem Orbán György és Serei Dániel, és Lukács Miklós fantasztikus cimbalom művész a vendég három dalban. Kicsit mesélj Miklóssal való közös munkáról, mert ugye azért tényleg a szakma egyik legnagyobbika. Abszolút, és nagyon örültem, hogy elfogadta a meghívásomat. Én tulajdonképpen minden munkáját ismerem Mikinek, szóval amikor megírtam ezt az anyagot, akkor egyből hallottam, hogy az ő játéka az mennyire belepasszolna ebbe a zenébe. És hát tulajdonképpen az összes próbán és magán a felvételen is olyan páratlan zeneiséggel viszonyult ez az anyaghoz, hogy hihetetlenül sokat tett hozzá az ő jelenléte. Említetted, hogy a testvéreddel dolgozol együtt, ennek azért mindig megvan a maga pikantériája, amikor a családtagjainkkal együtt is dolgozunk, ez nálatok is így van? Természetesen. Van egy csomó olyan pillanat, amikor abszolút nosztalgikus képek ugranak be, hiszen rengeteget gyakoroltunk egész gyerekkorunkban, úgyhogy egy csomó ilyen pillanat van, ami így ilyen külön öröm ilyenkor. Fontos és közelgő dátum március 19-e, kicsit mesélj erről. Így van, Harcsa Veronika kurátori hétvégén léphetünk fel a Magyar Zeneházában március 19-én, és
azt gondoltam, amikor megkaptam ezt a lehetőséget, hogy ez egy tökéletes alkalom arra, hogy itt mutassuk be a lemezt, úgyhogy mi nagyon-nagyon izgatottan várjuk, hogy ezen az izgalmas új helyszínen mutathassuk be az albumot. És ilyenkor már azért dolgozik bennetek az adrenalin? Most már azért nincs sok idő hátra 19-ig. Persze, természetesen már fejben ilyenkor tervezgetem, hogy hogy lesz az este, meg természetesen még próbálunk is addig, de szerintem egy szuper jó koncert lesz. Hát szorítunk neked, és sok sikert akkor az album premieréhez. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy itt lehettem.